És akkor vissza a járványhelyzethez, mert hogy a hosszú hétvége miatt aggódnak a balatonparti településeken. A helyiek azt mondják, félő, hogy újra tömegek lepik el a térséget, és a lezárások, valamint a távoktatás miatt sok család a nyaralójában töltheti akár a következő heteket is. Attól tartanak, hogy a tömeg miatt gyorsabban terjedhet a vírus, és az ellátórendszer sem bírna el egy nagyobb rohamot. Ezek a felvételek tavaly nyáron készültek, amikor a járványügyi helyzet megengedte a közös fürdőzést, és azt is, hogy nyitva legyenek az éttermek. Ezek a napernyők a Vonyarcvashegyi strandon várják a látogatókat, de ne induljon útnak senki, az ajánlat csak nyárra érvényes. A súlyosbodó járvány miatt a polgármester arra kéri az embereket, hogy akkor jöjjenek, amikor már biztonságosak lesznek a körülmények. A település addig is a strand fejlesztésén dolgozik. Nekünk a strandunk több mint 5 hektáros, és egész évben úgymond egy több generációs találkozási helyszín, de most óvatosságra kérnénk szépen az ide látogatókat főképpen, mert ami a tapasztalatunk is az volt, hogy felelőtlenek az emberek, egy kicsit ugye az inger küszöb is lejjebb szállt. Kihalt a part, és szinte üresek az utcák Balatonfenyvesen. Mivel a megyében egyre több a koronavírusos megbetegedés, a lakók egyre jobban tartanak a fertőzéstől. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy ez nem tartja vissza a fővárosból és más településekről érkezőket. Az elmúlt hetekben a látogatók száma megsokszorozódott. A megszokottnál jelentősen több ember volt itt, élvezték ezt a szabadságot, hogy sétálhatnak akár maszk nélkül, most már ugyan nem, de a gyerekekkel, ha más nem, még a környező városokból is kijöttek, és sétálgattak itt jó nagyokat a parton. A tumultus kialakulását szeretnék elkerülni a balatonparti városokban. A közelgő hosszú hétvége miatt a polgármesterek aggódnak, hogy megindul a tömeg, és turistákkal telnek meg a települések. Ráadásul a korlátozások miatt nem csak a parton, hanem a nyitvatartó boltokban is nagyobb csoportosulások alakulhatnak ki. Jelenleg 30-40%-a van nyitva a kereskedelmi egységeknek a Balatonnál, ezt tudomásul kell venni, tehát ennél nincs több. És hogyha mindenki egyszerre akar vásárolni, itt azért érdekes helyzet alakulhat ki. Ezért azt kérem, hogyha több időre jönnek, akkor gondoskodjanak előre sok mindenről. Arra is gondoljanak, hogy az egészségügyi ellátó rendszerünk túl terhelt. A Balatoni Szövetség elnöke hangsúlyozta, a Balatonpart most nem üdülőhely, ezért aki teheti, maradjon otthon. Az érkezőktől pedig azt kéri, hogy tartsák be a szabályokat, vigyázzanak magukra és az ott élőkre egyaránt.